Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március? Hónapban a halak jegyében születetteknél, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható a halak jegyének a szimbóluma. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó. A halak jegye felett Jupiter bolygó és Neptun bolygó uralkodik. Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, a művészeteket, és Jupiter bolygó adja a szerencsét, a lehetőségeket. Neptun bolygó az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás, jelenleg egész évben a halak jegyében van. Tehát otthon érzi magát, kihat a halak jegyére, itt művészetekről, elképzelésekről van szó. Ha megvan a hit, akkor ez az elképzelés megvalósul, és Jupiter adja a lehetőségeket. Nagyon jó Merkur hatás van a halak jegyére, ez lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, kommunikáció, Mars bolygó, Vénusz bolygó szintén jól hat ki a halak jegyére, ez egy szép szerelmi energia, Jupiter bolygó jó hatással van a halak jegyére, Uránusz ugyanúgy, ez jelenti az igazságot, a szerencsét, a jó változásokat. Ez évben, és jövő év elején, pontosan 2025. április végéig Ráhu a felfele mozgó kármikus csomó a halak jegyében van, kihat a halak jegyében születettekre, egész évben, meg jövő év elején, és itt kármikus témákról van szó. Ráhu jelenti a változásokat, a jövőt, kihat a jövőre, lesznek döntések, változások, egy új irány. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először a virágos kártya, tényleg, ami mutatja azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt van a nőies, és itt a férfias energia. Ezeket a virágos kártyákat a férjem készítette, ő kereste a képeket is ehhez, én pedig leírtam azt, hogy melyik virág mit jelent. És itt a jászmin virág jelenti a művészetet. Én mondhatnám azt is, hogy szimbolizálja Vénusz bolygó energiáját, a szépséget, a művészeteket, a harmóniát. És Vénusz bolygó jól érzi magát a halak jegyében, és ez a jászmin virág, ez a kártya szintén jól érzi magát a halak jegyében, megvan az összhang, megvan a harmónia kettőtök között is. Ez a szikla jelentheti az ő hideg-rideg tartását. Ez a kulcs jelentheti az ő zárkózottságát. Viszont amit ez a szikla még jelent, a téli hónapokat, tehát a múltat. Ő a múltban visszahúzódó volt, vagy letiltott téged, megvolt ez a blokád, megvolt ez a hideg-rideg tartása, de márciusban ez elmúlik, hiszen ez a kulcs lezárja ezt. Egy időben kinyílik ezzel a kulccsal egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és itt ez a virág jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket. Itt most tisztázódni fog valami kettőtök között,
de azért te is vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos. Majd ő magától jön, hiszen szeretne veled valamit tisztázni. És megnézzük az ő kártyáit is. Itt látható az ő fellépése, és jelenti a gazdagságot, a jólétet, a magabiztonságát. És a medve jelenti az ő élet erejét, hogy ő most be akarja bizonyítani magát. De vannak elvárások is, hogy te odafigyelj rá, hogy ő megkapja az elismerést. Itt a tyúkok, jelenthetik a tyúkokat is, de ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése, mint ahogy a tyúkok keresgetik a magvakat, ő is keres valamit. A jólétet, vagy a kapcsolatot veled, de, mint említettem, vannak elvárások is. Lehet, hogy azt várja el, hogy te keresgesd őt, mint ahogy a tyúkok keresgetik a magvakat. Ez a férfi tényleg lehet az ő fellépése, az ő személyisége. Jól öltözött, jó módú, és várja az elismeréseket. De az is lehet, hogy itt más férfiről van szó, ez lehet az apukája, vagy lehet a főnöke, és bizony itt egy hangba kell, hogy legyen ezzel a személlyel. Itt látható az élet ereje, neki be kell itt most bizonyítani magát, vagy az is lehet, hogy a főnöke nagyon erős, és parancsolgat neki, és mivel nem érzi jól magát ebben a helyzetben, itt keresgeti a magvakat, keres egy új munkát, ez lehet egy munkahelyi változás is. A medve jelentheti a belső erőt, a hitet, hogy megtalálja a helyét az életben, lesz egy magabiztos fellépés, be tudja bizonyítani magát, lesz jólét, és abban is hisz, hogy te majd keresni fogod veled a kapcsolatot. Amennyiben ő lezárt téged az interneten, az lehet, hogy ezzel a kulccsal majd kinyitja, írhatsz neki, és azt várja el, hogy te keresd a kapcsolatot, és hogy dicsért őt, felnéz rá, hiszen megvan nála ez a magabiztos fellépés, de mint említettem, lehet még egy másik személy az életében, egy férfi, akinek szava van, aki nagyon erős, vagy túl erős, ahol neki is be kell bizonyítani magát. Tehát itt voltak problémák a múltban, itt megvan most a harmónia, tisztázódnak bizonyos dolgok, te is légy magabiztos, ő is magabiztos, megvan a belső erő, a hit, és itt keresitek majd egymást, kerestek lehetőséget, nála előfordulhat, hogy új munkát keres. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. A kommentárba leírhatod a véleményedet, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárból. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!